A derűs arc az szerintem bizalmat kelt, a véletlenszerű, illetve a nem várt szituációkon is átsegít. Egy utazási tanácsadó nagyon sok mindennel foglalkozik, a biztosítások megkötésétől kezdve a céges ügyintézésig, illetve a bejövő személyes ügyfélforgalom itt az irodában, a csomagajánlatok összeállítása, illetve egyéni személyre szabott ajánlatok elkészítésével. És egy utazási tanácsadónak mindenhol kell járnia, amit kiajánl az érdeklődőnek? Úgy gondolom, hogy nem feltétlenül kell mindenhol járnia, de nagyon jó, hogyha ismeri az adott desztinációt, az adott területet. Könnyebben megy az értékesítés, hogyha jártam azon a bizonyos területen. A szálláshelyeket ismerem, tudom, hogy mi van a közelében, milyen a tengerpart, tudok egy jó tavernát ajánlani az utazónak. Tehát azt gondolom, hogy sokkal hitelesebb az értékesítés, hogyha ismerem az adott desztinációt, ismerem az adott területet. És hogyan működsz együtt az idegenvezetőkkel? Ezeken a területeken, ahova utaztatunk, mindenhol van telepített idegenvezetőnk. Ők fogadják a vendégeket, gondoskodnak róluk, illetve megismertetik velük az adott területet. Dettivel nagyon jó a munkakapcsolatunk, nagyon sokat segítünk egymásnak. Bármilyen speciális kérés kérdése van, engem hív az adott desztinációval kapcsolatban, illetve már előre segíti az én munkámat is, hiszen a leendő utasainknak, akik érkeznek majd hozzám, felajánlja, illetve tájékoztatja a kirándulási lehetőséget, fakultatív programokat, ami részt vehetnek majd. Fontos az idegenforgalmi végzettség, a nyelvtudás és a számítógépes ismeret, hiszen ugye menetjegy értékesítéssel is foglalkozunk, ott a foglalási rendszerek ismerete nagyon fontos. Kicsit idegenvezető, kicsit szervezőember, ilyen az utazási tanácsadó. Ha magatokra ismertetek, akkor mindenképp nézzétek meg a többi videót is a témában, de ha más szakmák érdekelnek, ajánlom a csatornánkat. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!